Az Angyalok a Földre Szálltak címmel tartotta meg adventi gálaműsorát december 9-én a Tádé Néptánc Együttes. Az ifjúsági házban megrendezett eseményen az együttes és az utánpótlás csoportjai léptek fel, míg a zenét a Csimihanda Banda gyermeknépzenei együttes biztosította a táncosoknak. A gálaműsorral kapcsolatban Kolosszár Erzsébet, a Tádé Néptánc Együttes művészeti vezetője nyilatkozott televíziónak. Egész évben mindig műsorokra készülünk egyik a másik után, de az advent az az egyik legszebb és a legmeghatóbb és a legfontosabb ünnepünk, mert ekkor van itt valóban az egész család, a táncosok, a hozzátartozók, és hát most ugye a körülmények miatt nem férnek be mások, de azért nagyon furosan vagyunk. A gála minden műsorszáma az advent köré lett csoportosítva, kicsiknél és nagyoknál egyaránt, mondta el a vezető. Természetesen az advent köré csoportosítottunk mindent, a picitől a nagyig mindenki fog valamiféle adventi éneket vagy táncot beleszőni a műsorába, de a legszebb koreográfiákat is előadjuk. Két műsorunk lesz, mivel kicsi a hely. Az első előadásban benne lesznek a Csenk Imre Művészetiskola Néptánc tagozatának első-második osztályosai és a Sárit udvariba kihelyezett tagozatunk. Ők is aranyosan átjönnek, és azért ez így együtt nagyon szép dolog, és természetesen az utánpótlástól a felnőttekig itt lesznek. A nagyoknál a Nyárád menti, az egy gyönyörű koreográfia, és akkor én szerkesztettem elé egy gyönyörű szép dalokhoz egy kis Nyárád menti táncot, hogy karácsonyosabb legyen a hangulat, lesz betlehemes, a piciknek meg kis mondókákat, játékokat, ami a karácsonyról szól. Kolosszár Erzsébet összegezte az idei év történéseit. Az évet zárjuk, a 23-as évet, és rengeteg programunk volt ebben az évben, 21 programunk volt. A helyi püspökladányi műsorokon kívül, a kakasfőzőtől kezdve a gyermeknapokig felléptünk. Hajdúszoboszlón háromszor voltunk az idén, még ilyen nem volt a szoboszlói nyáron, a város alakításának az évfordulóján. Azon kívül a Márton napi mulatságon, és a környéken, Szerepen, Sárit udvariba is nagyon szép műsorokat adtunk. Külföldön is voltunk, Romániában, ez nagyon szép fesztivál volt, a Magyar Folk napja, Margitán. És természetesen a hagyományos műsoraink az évadzáró, a Nemzetközi Néptánc Találkozó, és itt az advent zárja az évet. Valamint a jövő évi programokról is szót ejtett. Az egyik legfontosabb programunk május 11-én lesz, a Tári Együttes 45 éves évfordulója. Még ide is ezekre a műsorokra is, aki el tud jönni a felnőtt táncosok közül is, már nem a városban lakik, hanem például Győrben vagy Budapesten, ők is el szoktak jönni, de természetesen a 45 éves jubileumra még az én korosztályomat is várjuk vissza, és nagyon nagy ünnepségre készülünk. Ezen kívül június 8-án lesz a 10. Tádé Nemzetközi Néptánc Találkozó, ahova szeretném, ha aki eddig a 10-ben részt vett, mindenki eljöjjön ide Püspökladányba, és együtt ünnepeljünk. És aztán ott is jövőre is, reméljük már a Művelődési Központban zárjuk a 2024-es esztendőt.
A rendezvény elején Püspökladányváros önkormányzatának nevében Tóth Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket. Nagyon örülök annak, hogy minden nehézség közepette együtt lehetünk, mármint a város egyéb nehézségén közepette. Ugye most mi színház szervünk, mi szakaszéri színpadon, minden más nincsen, de mégis vannak olyan együttesek, olyan művészeti csoportok, akik teszik a dolgokat, és itt a ünnepek közelettével adventi programokat szerveznek, illetve egyéb események kapcsán együtt lehetünk. Úgy jelentjük az adventet, ahogy azt szeretnénk, lelki feladatot közepette. Én örülök annak, hogy együtt vagyunk, és elnézést kérünk a szűkös elhelyezésért, de nem tudom, hogy ez nem lesz szabad ennek, hogy a fiatalok most, ahogy mondta Szilvi, vizsgálódás is van, ugye? Tehát látom, hogy egy kicsit izgulnak, hogy izgultak, de annál sikeresebb lesz a én nagy tiszteletben köszöntök mindenkit, örülök, hogy egy lehetünk, és kívánok mindenki egy jó szórakozást. Fiatalok pedig egyébként is felvépést, biztos, hogy remélem minden masszázs is sikeres lesz. Látva az előkészületet, látva a megnevezett dolgokat. Köszöntök még egyszer mindenkit, szerettel. Jó szórakozást kívánok!